16. fejezet Rízend ilyen délután a fal melletti keskeny ágyra dobta a bőrtáskáját a városi ház negyedik hálószobájában. Csörömpölt benne valami. Fegyvereket hoztál a napfordulóra? Kérdeztem az ajtónak támaszkodva. Ézviel a szemben lévő ágyra tette a csomagját, és kisé ilyet pillantást vetett a fivérére. Miután tegnap éjjel a nappaliban szundítottak el a kanapén, és valószínűleg nem aludtak különösebben jól, végre eljutottak odáig, hogy elfoglalják a vendégszobájukat. Kessz ilyen vállat vont, és ledobta magát az ágyra, ami sokkal inkább megfelelt volna egy gyereknek, mint egy illírva harcosnak. Van pár ajándékba. És a többi? Kessz ilyen lerúgta magáról a cipőjét, és végig feküdt az ágyon. A karját a feje alá támasztva, a szárnyai lelógtak a földre. A nők ékszert hordanak, én fegyvert. A házban van néhány olyan nő, aki nem venné jó néven ezt a megjegyzést. Kezd ilyen gonosz vigyorral reagált. Devlonra és a parancsnokokra is így vigyorgott a megbeszélésen egy órával ezelőtt. Minden elő volt készítve, jöhetett a vihar. Rögzítették ki meg őrjáratra, Átlagos gyűlés volt, amin nem kellett volna részt vennem, de soha nem ártott emlékeztetni őket arra, hogy létezem. Különösen mielőtt a napfordulón mindannyian egybegyűlnek. Ézriel odament az egyetlen ablakhoz a szoba végében, és kinézett a kertre. Még nem is jártam ebben a szobában. Szólt, és éjsötét hangja betöltötte a teret. Ennek az az oka, hogy mi a létre alsó fokain állunk, haver vélekedett Kesszien, és végighúzta a szárnyait az ágyon és a fapadlón. Mór kapta meg az egyik jó szobát, a másikat, ezért mi itt kötöttünk ki. Nem mondta ki, hogy az utolsó üres szobát, ezt a régi szobáját nem adtuk oda senkinek. Nagyra becsültem Ézrielben, hogy ő sem tette erre megjegyzést. Még mindig jobb, mint a tetőtér, próbáltam megnyugtatni a kedélyeket. Szegény Lucien vigyorgott Cassian. Egyáltalán nem biztos, hogy eljön. Mondtam, mert nem hallottam róla, hogy a mi ünnepünkre jönne, vagy a sírboltban akar maradni, amit Temlin az otthonának nevezett. Fogadjunk. Szerintem igen, mondta Kessien. Benne vagytok? Nem, felelte Ézriel, anélkül, hogy az ablaktól elfordult volna. Cassian felült, maga volt a testet öltött felháborodás. Hogy, hogy nem? Ézriel behúzta a szárnyát. Te akarnád, hogy valaki rád fogadjon? Tisek fejek folyamatosan rám fogadtok, emlékszem a legutóbbi alkalomra is, morral fogadtatok arra, hogy meggyógyul-e a szárnyam. Prüszkölve nevettem. Igaza volt, de még mennyire. Ézriel az ablaknál maradt. Nesta itt alszik, ha jön. Cassiennek hirtelen a bal kezén lévő szifonkövet kellett fényesítenie. Hogy megkíméljem, így szóltam. A megbeszélés a parancsnokkal úgy sikerült, ahogy a körülményekhez képest elvárható volt. Devlon még egy edzéstervet is összeállított a lányoknak, ami a vihar elvonultával lép hatályba. Nem hiszem, hogy csak eljátszotta volna az egészet. Mégis meg lennék lepve, ha a vihar után bárki is emlékezne rá, jelentette ki Ézriel, és végre felénk fordult. Kesszien egyetértése jeléül dör mögött. Van valami újság a táborokban uralkodó elégedetlenségről? Nem adtam jelét annak, mi, mi zajlik bennem. Ézzel egyetértettünk abba, hogy Kesszien csak az ünnepek után fogjuk teljes mértékben tájékoztatni arról, ami eddig a tudomásunkra jutott mint ahogy arról is, hogy szerintünk ki áll a dolog mögött, vagy kit gyanúsítunk vele. Az alap probléma ismert volt a számára, így nem különösebben rossz a lelki ismeretünk. Ismertem Kesztyent olyan jól, mint saját magamat, sőt az is lehet, hogy jobban. Ha mindent tudna, akkor nem tudna nyugodni, és azok után, amit az elmúlt hónapokban és előtte végigcsinált, szünetre volt szüksége, legalább néhány napra. Természetesebb ebben a szünetben zajlott a találkozó Devlonnal, valamint egy kimerítő edzés a szelekházában. Közülünk Kesszien ismerte a legkevésbé a pihenés fogalmát. Ezriel az ágy faragott lábának tölt. Kevés hozzáfűzni van ahhoz, amit már úgy is tudsz. Milyen lazán, simán tud hazudni, sokkal jobban csinálja, mint én de az elégedetlenség érezhetően fokozódott. A napforduló után lenne jó körülnézni. Ha mindenki hazamegy, akkor megnézzük, ki ülteti az elégedetlenség írmagját, és hogy nőtte az alatt, hogy együtt ünnepeltek, illetve hogy a vihar miatt elzárta őket a hó. Kiváló szöveg arra, hogy később tárjuk fel előtte, amiről már tudomásunk van. Ha az illírek tényleg addig merészkednek, hogy felkelést szervezzenek, Belegondolni sem akartam, főleg nem abba, hogy milyen árat fizetnék ezért, illetve ennek milyen nehéz lenne egy olyan nép ellen harcolnia, és az ő vérüket ontania, akik ez oly kétségbe esetten akar tartozni. Ez egészen más volt, mint amit mi az illérekkel tettünk, akik kétség, készségesen szolgálták Amarantát, és az ő nevében szörnyű büntetteket követtek el, nem is lehetett összehasonlítani. Elhesegettem a gondolatot, és későbbre a napforduló utára halasztottam az egész ügyet, akkor majd végére járunk. Szerencsére úgy tűnt, hogy Kessien is így látja a helyzetet, és ezt alig ha vettem tőle rossz néven egy, egy értelmetlenül töltött óra után, mielőtt gondolatutazással idejöttünk. Még ma is évszázadokkal később is a hadsereg vezetői és parancsnokok állandóan próbára tették és megvetették őt. A lába végigért az ágyon, nem tudta kinyújtani. Ki aludt itt korábban? Émrönnek lenne jó ez a méret. Vigyázz, te puhány! Fortyogtam. Fejrú már így is elég gyakran hív minket illír kisbabáknak. Ézriel vigyorgott mivel sokkal jobban repült, mint régen, ezért megteheti. Beleborzongtam a büszkeségbe. A fejrúnak nem is volt természet adta tehetsége a repüléshez, vas akarattal és összpontosítással ezt tudta pótolni. Már nem számoltam, hány órát töltöttünk a levegőben. Értékes időt loptunk így magunknak. Próbálhatok szerezni két hosszabb ágyat, ajánlottam fel Kessiennek ami a napforduló előtti este csodával határos lenne, egész Velariszt a feje tetejére kellene hozzáállítanom. Kessz ilyen legyintett. Nem kell, így is jobb, mint a kanapé. Pláne, hogy tegnap túl részegek voltatok ahhoz, hogy feljöjjetek a lépcsőn. Mondtam szárazon, amit azonnal egy vulgáris gesztussal viszonzott. A házban a helyhiány lassan valódi problémává növi ki magát. A szelekházában is éjszakázhattok, ha jobban szeretnétek. Elvihetlek benneteket. Ott halálra unnám magam. Kesszien a hatás kedvéért még ásított is egy nagyot. Éz azonnal az árnyaiba burkolózna, én meg egyedül maradnék, mint a kis ujjam. Ézrián sokat mondóan nézett rám, mintha azt mondta volna, tisztára, mint egy illír kisbaba. Lenyeltem a mosolyom, és így szóltam Kestienhez. Lassan kereshetnél magadnak egy saját lakást. Van egy illírföldön. Mármint úgy értettem, hogy itt. Kestien felvonta a szemöldökét. Nekem itt nincs szükségem házra. Egy szoba elég lenne. Az ágy lábára dobbantott, a fa megingott. Ez itt rendben lenne, ha nem ez a baba ágy lenne benne. Halkan nevettem, de azt magamban tartottam, ami a nyelvemen volt, hogy nem sokára úgy is saját házat akar, hamarosan. Nem mintha ezen a téren mutatkozott volna valami fejlődés. Ilyen gyorsan nem mentek a dolgok. Nesta egyértelműen tisztázta, hogy nem érdeklődik kezd ilyen iránt. Sőt, még az iránt sem, hogy egy helységben legyen vele. Tudtam miért. Én is átéltem ilyesmit, és gyakran éreztem hasonlóképpen. Talán napfordulóra megkapott Kessien, mondta inkább. Már mint egy új ágyra gondolok. Még az is jobb, mint Móra jándékai, motyogta Éz. Kessien nevetésében még a falak is beleremektek. Ekkor a sídra felé néztem, és felvontam a szemöldököm. A város fantasztikusan nézett ki, a téli napforduló előtti este a sötétség végérvényesen veler borgult, és lágyította a hektikus nyűskést, ami az elmúlt hetekben itt lüktetett. Most majdnem olyan volt, mintha mindenki a hóesést hallgatná. Itt a pejhek kétségkívül lágyan hullottak a földre, az illír hegyekben tomboló vadviharhoz képest. A nappaliban gyűltünk össze, a kandalóba begyújtottunk, a borokat kinyitottuk, és töltögettünk szorgalmasan. Bár sem Lucien, sem Nesta nem mutatkozott, a hangulat korán volt szomorúnak mondható. Amikor fejrú a konyhából a folyosón felén közeledett, én a tűz előtt ülve boldogan néztem őt. Egyenesen morhoz lépett, talán mert nála volt a bor, ő pedig már nyújtotta is Fejrunak. Fejru hátát csodáltam, miközben töltöttek a poharába. Nehezemre esett vad ösztöneimet kordában tartani, ha láttam a páron formáit, domborulatait, színeit, Annyi életerő sugárzott belőle, még ebben a helységben is, ami tele volt öntörvényű alakokkal. Sötétkék bársonyból vart, földig érő ruháját, mintha ráöntötték volna. Alig bízott valamit a fantáziára. A haját kibontotta, a tincsek vége hullámosan omlott a hátára. Később beletúrok, hogy kihúzzam belőle az ezüst csattokat, amivel oldalt feltűzte. Aztán a ruhát is lehámozom róla, lassan. Mindjárt rosszul leszek, panaszkodott émrön, és ezüst topánkájával belémrugott. Mellettem ült egy fotelban. Tartsd meg magadnak a szagodat, fiam! Hitetlen kedve néztem rá. Bocs. Ezután egy pillantást vetettem Verienre, aki émrön karfájánál állt, és némen együttérzésemet fejeztem kifelé. Verien, aki a nyár udvarában honos hagyományoknak megfelelő kék aranyöltözéket viselt, csak vigyorogva biccentett. Már ez is nagyon különös volt, hogy itt láthatom Adriát a hercegét, ahogy a városi házamban mosolyogva vissza a boromat. Egészen addig még, a nyár udvarában ti megünneplitek egyáltalán a napfordulót? Egészen addig még Kesszien ki nem nyitotta a száját. Verien a kanapé felé fordult, ahol Ézrien és Kesszien terpeszkedett el, és ekkor ezüstös haján megcsillant a tűzfénye. Nyáron természetesen igen, végtére is két napforduló van. Ézrien leplezte a mosolyát azzal, hogy ivott egy bort. Kesszien a kanapé támlájára tette a karját. Tényleg? Te jó, anya, így fog telni az este. Ne foglalkozz vele, kérte Imrön Verient, és ő is felemelte a poharát. ilyen pont olyan buta, hogy kinéz. És ahogy beszél, tette hozzá meg semmisítő pillantással. Feltételezem, hogy a tinyári nyári napfordulótok hasonlóképpen zajlik, Mondtam Veriennek, bár már tudtam a választ, sokszor átéltem még régen. Családi összejövetelek, finom ételek, ajándékozás. Ahogy Verien rám nézett, esküdni mertem volna rá, hogy hálásan biccent. Így van. Fejru is felbukkant a fotelom mellett, örültem az illatának, és magamhoz mondtam faragott karfához. Éz az otthonosság, ahogy leült, és a kezét a vállamra tette, anélkül, hogy rám nézett volna, a lelkem legmélyét melegséggel töltötte el. A karját a vállamon hagyta, csak mert így volt kedve. A párom. Az én párom. Ezek szerint Tarkin egyáltalán nem ünnepli meg a téli napfordulót? kérdezte Verientől. Verien a fejét rázta. Talán meg kellett volna hívnunk őt, töprengett hangosan fejrú. Még most sem késő, javasoltam. Te jó üst, amúgy is több szövetségesre van szükségünk, mint bármikor. Mi a véleményed, herceg? Verien émrennere nézett, aki úgy tűnt, hogy kizárólag a boros poharára összpontosít. Elgondolkodom rajta. Bólintottam. Tárkina a volt, és ha látogatóba jönne, akkor Verien gondolatai teljesen máshol járnának, nem ott, ahol a szíve szeretné, ha már pár napra émrönnel lehet. Ahogy Mór leült Kessien és észriál közé a kanapéra, szőke tincsei meglipentek. Amúgy is jobban szeretem, ha csak magunkban vagyunk, jelentette ki. Természetesen te is közénk tartozol, Verien. Korrigál gyorsan. Verien mosolygással jelezte, hogy értékeli a figyelmességét. A kandalló párkányán az óra nyolcat ütött, és Elin, mint akit hívtak, úgy lipent be a nappaliba. Mór felpattant és borral kínálta. Nem is kínálta, ragaszkodott hozzá, hogy igyon. Jellemző volt rá. Elin megköszönte, de visszautasította, és leült egy székre az ablakhoz a belső erkélyen. Rá is jellemző volt ez. Fejrú a homlokát ráncolva nézett az órára. a nem jön. De hiszen holnapra hívtad. Vigasztaló gyengétséget küldtem át neki a kötelékünkön, mintha a csalódását ezzel enyhíthetném. Fejru megszorította a vállam. Megemeltem a poharam, mire csend lett. A családra, régi és új családunkra. Az ünnepséget ezennel megnyitom. Erre ittunk.